Üdvözlöm adásunk nézőit június 23-án. A tartalomból röviden. Gyermeknap az Ovikban, hisz minden gyermek kincs. Parlament előtt a státusztörvény. A pedagógus szakszervezet megválasztott elnökével beszéltünk. De mindezek előtt arról, hogy a kincstár ismét elzárta az állami pénzcsapot, hiszen városunk képviselőtestülete a héten sem pótolta a törvényi kötelezettségét. Jönnek a részletek, tartsanak velünk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozat képes. Mielőtt a napirend a rendkívül fontos és sürgős napirendek miatt ismét össze lett hívva a héten városunkban a rendkívüli testületi ülés, ismét nem túl nagy sikerrel. Mi történt? Üdvözlök mindenkit! Hát igen, a testületi ülésünk ugye június 20-án volt összehívva. Igazából a rendkívüli testületi üléseknek mindig van rendkívüli indoka. Itt is föl vannak sorolva, hogy mi az a napirend esetében a sürgősség. Különböző kormányhivatal által meghatározott határidő, önkormányzati költségvetés végrehajtásának határideje, zárszámadási rendelet elfogadás határideje, közbeszerzési határidők vannak, terveknek a határidei. Tehát mindig van valami olyan ok, ami tényleg és valóban a sürgősséget indokolja. A 20-ai testületi ülésen, az első testületi ülésen ugye határozatképes volt a testület. Miután én a napirend előtt ismertettem egy Balmazsvárosi önkormányzatának és azon belül nekem címzett ügyészi levelet, utána több napirend előtti felszólalás történt, Tóth Attila és a Béke Imréné képviselők részéről, majd a Molnár Péter képviselő részéről, és utána határozatképtelenné vált az ülés, és így megint nem tudtunk nagyon fontos ügyekben dönteni. Mi volt ez a fontos bejelentés, amit napi rendelőt polgármester úr tett? Ez a bejelentés gyakorlatilag azt támasztja alá, hogy a város vezetése a város vagyonának a gondos őrzője. Én 2019. januárjában tettem ismeretlen tettes ellen feljelentést az úszoda ügyben. Én akkor azt gondoltam, hogy több száz millió forint hiányzik a város büdzséjéből, és az úszoda pályázattal kapcsolatosan volt ez a gyanú. Én tettem egy feljelentést, erre most érkezett meg az, hogy a ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt Koroknai Imre akkori alpolgármester ellen vádot emelt. Én ismeretlentettes ellen tettem ezt a feljelentést, az ügyészség erre az álláspontra jutott. Itt szeretném azt mindenki számára világossá tenni, hogy az a bagatellizáció, amit a Tóth Attila képviselő mond, hogy hát ez még csak egy vádemelés. Én szerintem, ha valaki megy az utcán, csak úgy nem emel az ügyészség ellene vádat. Tehát az ügyészi munkát egyébként, meg az igazságszolgáltatás munkáját ennyire semmibe venni egy önkormányzati képviselőnek, ez nagy bátorságra van szerintem, még akkor is, hogyha különböző jogászokkal van körülvéve. A másik dolog pedig ezzel kapcsolatosan az, hogy szeretnék mindenkit emlékeztetni arra a bravúrra, amelyet annak idején még az országgyűlési képviselő úr ilyen csuprokkal elkövetett, amikor magyarázta, hogy hogyan és miként lett kifizetve az uszodának a pénze. Lehet, hogy neki lesz igaza, meglátjuk majd ennek az ügynek a végén, hogy végül is akkor kinek lesz igaza. A város vezetésének, aki azt állítja, hogy ez a 300 millió forint, itt kéne, hogy legyen a városba, és ebből utakat csinálni, csatornázni, járdákat, minden más egyebet, játszóteret felújítani, pályázati önrészeket pótolni, és egyáltalán a város fejlődését szolgálni, vagy annak, aki azt mondja, hogy mit nekünk 300 millió mehet. Ahogy említette is polgármester úr, Tóth Attila képviselő lereagálta ezt a bejelentését, illetve ő is, és Békénét képviselő is ügyrendelőti felszólalással próbálták indokolni azt, hogy miért nem fognak részt venni a testület munkájában, miért nem akartak részt venni. Hát a Békénét képviselő asszony azt kifogásolja, ha jól emlékszem, hogy nem veszük komolyan a
képviselőket, mert hogy közérdekű adatigénylésre olyan válaszokat adunk, ami egyébként már testületi ülésen elhangzott. Hát akkor kérdezem én, hogy az a baj, hogy nem próbálunk meg hazudni, hanem mindig ugyanazt mondjuk, vagy nem tudom, hogy mikor gondolja a képviselő azt, hogy akkor képviselőtestület ülésen, vagy írásban nem mondjunk igazat. Mi igazat mondunk, a város vezetése azt tudja elmondani írásba is, kérdésre, amelyet a képviselőtestület ülésen elhangzik. Tehát ő azt gondolta, hogy nem vesszük komolyan a képviselőket, nem határidőre teszünk közérdekű adatigénylésekre választ, ez sem igaz ebben az állítási formában, úgyhogy ő emiatt gondolta, hogy nem. A Tóth Attila képviselő meg folyamatosan azt hangoztatja, hogy törvénytelen a képviselőtestület ülés, mert hogy egy képviselői mandátumnak a sorsa jelen pillanatban nincs elbírálva. Hát a lakosoknak a figyelmét szeretném arra felhívni, hogy évek óta rendkívül hiányos a képviselőtestületünknek a tagsága. Általában a most lemondott Nagy Tamás képviselő úr nem vett részt a képviselőtestület üléseken, akkor nem hiányolt a Tóth Attila képviselő úr, hogy egyel kevesebb a létszám, vagy akárhány, számtalanszor elmondtuk, hogy 7 képviselő, ha jelen van egy testületi ülésen, akkor már határozatképes, és működhet a képviselő testület. Az, hogy 12, 11, 8, 7, az nem meghatározó. A képviselői testületi ülésnek az összehívása, annak a törvényessége, illetve egy mandátum sorsa egymástól teljesen független, semmi köze a kettőnek egymáshoz. A Tóth Attila képviselő pedig azt mondta, hogy mivel ez így szerinte törvénytelen, ezért ő nem vesz részt ebbe a törvénytelen munkába. Szerintem ő gondolja ezt rosszul, igazából az, amit ő csinál, az erősen kétséges lojalitás és a város lakói szolgálatának szempontjából. Komolyan kell venni a hivatalnak a képviselőket, mint hogy a képviselőknek is egy-egy témát rendkívül komolyan kell venniük. Ezzel kapcsolatban már negatív hatások hivatalosan történnek a várossal szemben. Igen. Arról kell beszámolnom, hogy a mai nap folyamán megérkezett hozzánk a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodának a tájékoztatása. A következőt szeretném felolvasni ebből akkor szó szerint. Tekintettel arra, hogy Balmazújváros város önkormányzata nem rendelkezik elfogadott 2022. évi zárszámadási rendelettel, ezért a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2023. június 1-e napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozásban Balmazújváros önkormányzatát megillető előirányzat folyósítását felfüggeszti. Magyarul. Van az önkormányzatnak 2023-ra költségvetése, de nincs mit elkölteni. Lehet bármire is hivatkozni, lehet május 24-e óta különböző dolgokkal obstruálni, képviselőtestületi üléseket szavazatképtelen, határozatképtelenné tenni, minden más is el lehet követni. Egy dolgot szerintem nem lehet elkövetni, hogy a városnak a haladását, a város működését ellehetetlenítse bárki. Én azt mondom, hogy ezek a felolvasott mondatok egyszer már visszaköszöntek, ezek most visszaköszönnek megint, hiszen már egyszer megvonták Balmazújvárostól a nettó finanszírozást. Aztán el lett fogadva a költségvetés, most újra megvonták Balmazújvárostól a nettó finanszírozást. Szerintem ezt a játékot abba kéne már hagyni. Én a képviselőtestületnek azt tudom javasolni, annak az 5 képviselőnek, aki ezt a játékot játsza több száz emberrel, hiszen a nettó finanszírozásban az intézményi dolgozóknak és az intézmények működtetésének a költségei benne vannak, hogy akik ennyi emberrel játszanak, meg szórakoznak, láthatóan politikai megfontoltságból, én javasolnám, hogy gondolják újra. A dolgozóknak pedig azt gondolom, hogy azt tudnám javasolni, hogy gondolják át, van munkahelyük, van a fizetésre előirányzott összeg, és van néhány ember, aki gátolja azt, hogy ehhez az összeghez az önkormányzat hozzájusson és fizesse a jól megérdemelt fizetést a dolgozóknak a munka után. Én azt gondolom, hogy a önkormányzat, a hivatal többet nem tud tenni, mint hogy folyamatosan bevisszük a zárszámadást a testület elé. Itt a testületen van a hangsúly, vannak velem együtt 6, akik folyamatosan arra szavaznak, hogy előre menjen a város,
és vannak, akik nem foglalkoznak semmivel, csak hátáltatják a várost. Nekem ez a véleményem, úgyhogy én szeretném azt elmondani, hogy ráadásul most még csak mozgási lehetőség sincs, itt a zárszámadás a már a múltra vonatkozik. Tehát, hogy elköltöttünk X pénzt, akkor le van írva, hogy X. Hiába szeretné bárki tárgyalási alap, meg módosítsunk rajta, nincs rajta módosítási lehetőség. Tehát gyakorlatilag nem is értjük ennek a obstrukciónak, ennek a akadályoztatásnak a lényegét. A jó időre várva méltó megünneplendő a gyerekeket, múlt héten voltak a gyermeknapi rendezvények városunk óvodáiban. Tartsanak velünk a Nyitni Kék Oviba! Ugrálóvár, lufik, fel van díszítve a Nyitni Kék Ovoda udvara, és hatalmas a zsivaj, rengeteg gyerek és néhány szülő is itt van. Mi történik most? Hagyományainkhoz hűen minden évben megrendezzük óvodánkban a gyermeknapot. Jelenleg most tudtuk megrendezni, hiszen ez az esős idő, ez keresztbe húzta a számításainkat. Maga az egész program a délutáni órákban két kis előadással kezdődött. Mik voltak ezek? A program az egészen egyszerű volt, de nagyszerű, hiszen a mi óvodásaink tették élményekben gazdaggá ezt a délutánt, illetve indították el. Az óvodánk dráma csoportja lépett fel először egy kis meseelőadással. Óvodánkban ugyanis drámacsoport működik minden évben, hetente egy alkalommal, melynek a mi óvodánk vezetője, Tarné Szabados Erzsébet Éva, az, aki felkészíti a gyerekeket erre. Nagyon jó hangulatú foglalkozásokkal szokott elni, és ők egy ilyen kis ízelítőt adtak ebből. Aztán folytatódott a néptáncos gyerekek fellépésével, akik szintén nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon-nagyon élvezik ezeket a táncos foglalkozásokat, hiszen itt az óvodánkban ilyen is van, néptánc foglalkozások, melyeket én vezetek, és ez mindig nagyon vidáman telik, és mi is adtunk ebből egy kis ízelítőt, amit szerintem a gyerekek nagyon élveztek. Aztán, ami még ennél is izgalmasabb volt, az, hogy a gyerekek a szüleikkel táncolhattak együtt, és ez szerintem nagyon jó hangulatúra sikerült. Itt az udvaron a megszokott játékok mellett egyéb attrakciók is vannak a gyerekek szórakozására. Mik ezek? Van nálunk ugrálóvár, lehet ugrálóvárazni, aztán lehet karkötőt készíteni, fiúsat, lányosat. Csillámtetoválások is készülnek, és a pónilovaglás a Szabó család jóvoltából. Van most nekünk délutánra egy pónilovunk, aminek a hátára felülhetnek a gyerekek, és egy kicsit közelebb kerülhetnek ezáltal a lovakhoz. Így, hogy egy kicsit későre szorult most ez a gyermeknap, ez azt is jelenti, hogy az óvodai év utolsó rendezvényéről van szó? Igen. Ez most már az évünknek az utolsó rendezvénye, ami egyben az egyik legszebb, mert mégiscsak a gyerekekről, a gyerekeknek szól, hiszen a gyermek kincs. Parlament elé került az úgynevezett státusztörvény. A pedagógus szakszervezet megválasztott elnökét kérdeztük, hogy most a törvény elfogadása előtti pillanatokban hogyan látja a helyzetet a legnagyobb magyar pedagógus érdekvédelmi szervezet. A pedagógusok helyzetével kapcsolatban többször beszéltünk már Totyik Tamással, legutóbb személyesen volt szerencsénk. A legnagyobb magyar pedagógus érdekképviseleti szervezet, a pedagógus szakszervezet
megválasztott elnökét. Most arról kérdezem, hogy bekerült a státusztörvény végül a parlament elé. Milyen állapotban került be ez a törvénytervezet? Mennyire elégedettek az előtte lefolytatott egyeztetésekkel? Hát kezdjük azzal, hogy a kormány szokásához híven nagyotmondó versenyt hirdetett a státusztörvény benyújtásakor, és ezekből a nagyotmondásokból engedett fokozatosan vissza, és hát erre hivatkozott, ugye azt mondani, hogy ő engedett. De hát nagyon sok pontban a maga kormány se gondolta komolyan, hogy az keresztül vihető. Ráadásul az Európai Bizottság is felemelte a mutatóját ebben az ügyben, és azt mondta a kormánynak, hogy na-na, sőt, most még a státusztörvény tárgyalása során is a bizottság mondta, hogy bizonyos módosításokat elvár a kormánytól, különben az uniós forrásokhoz nem tudnak hozzájutni az oktatás területén, tehát a kormány biztos, hogy még további lépéseket fog tenni ebben az ügyben. Ez egy alapvetés. Tehát a nagyotmondás után visszalépve még mindig rosszabb helyzetben vannak, vagy kerülnének a pedagógus kollégák, a most benyújtott formába fogadna el a kormány a pedagógus életpálya módosításáról szóló törvényt, mint amilyenben jelenleg vannak. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem, hogy előnyére változott a kormány, és a munkavállalók terhén próbált volna csökkenteni, hanem a hátrányosabb helyzetben még kiszolgáltatottabb próbálta tenni a kormány és a munkaterheket. Annak ellenére, hogy 24 fix tanítási órára levitte a jogszabálytervezetbe, illetve egyéni képviselőindítvánnyal a tanítással lekötött munkaidőt, de az ingyen végzett munkákat, az eseti helyettesítéseket 50 vagy duplájára emelte, tehát ez azt jelenti, hogy nem hogy csökkentette volna, hanem növelte volna a pedagógusok terhelését. Egyébként ezzel az óraszám csökkentéssel annyit ért el csak a kormány, hogy a dobogós helyünkről Európában a munkaterhelésekben a tanítási órákkal lekötött munkaidő tekintetében Oroszországnak átadtuk a dobogó első helyét. Mi pedig a második helyre szorultunk, tehát ez is még egy olyan látszat intézkedés ebből a szempontból. Hát ez az egyik legfontosabb, hogy a kormány nem hogy javított volna, hanem sok esetben rontott. Egy-két pont van, ahol némi pozitív elmozdulást tapasztalunk, az egyik a szabadság dolga, de hát annyira megemelt a szabadságot, hogy tulajdonképpen nem is tudják kivenni a pedagógus kollégák ezt a szabadság mennyiségen, hanem munkára bevezényelhetők. Ugye úgy szól a törvény, hogy 50 napot kaphatnának a pedagógusok, és nem véletlenül mondtam feltételes módban, és ebből 15 napra a munka adó berendelheti a pedagógust, amit meg is csinál, mivel nem tudja kiadni munkavégzés céljára az oktatási intézménybe, illetve a táboroztatást, a vizsgáztatást, a szabadság terhére fogják a kollégák elvégezni ingyen és bérmentve. Tehát ez is csak egy ilyen látszat, hogy, mint a mesébe, hogy hoztam is, még nem is a ajándékot a pedagógusoknak. A másik, ami nagyon fontos, hogy a minden szándéka a kormánynak arra irányul, hogy a pedagógus hiányt eltakarja, és számít is arra egyébként, hogy a pályát nagyon magas arányban fogják elhagyni, hát ez egy 5 és 10 ezer fő közé tehető, ez egy 8%-os elvándorlás fog jelenteni. Most is már 16 ezer betöltetlen állás van, amit vagy nyugdíjasokkal próbálnak befoltozni, vagy az alkalmi eseti helyettesítésekkel próbálják elpalástolni ezt a hiányt. Ráadásul olyan szabályokat is akarnak bevezetni, amivel megrendszabályozhatóak lesznek a pedagógusok. Erre egy klasszikus példa az átvezényelhetőség kérdése, ami azt jelenti, hogy például Balmazújvárosból Hortobágyra bármikor átvezényelhető lesz egy pedagógus, vagy a tankeret másik, vagy a járás belül bárhová át lesznek vezényelhetők a pedagógus kollégák, ott, ahol pedagógus hiány tapasztalható. Ráadásul ugye a munkatörvénykönyv csak 44 napot engedélyez, a pedagógusok számára pedig maximum 180 tanítási napra, és ezt további egy évvel meg lehet hosszabbítani.
Mindezt ráadásul úgy csinálja a kormány, hogy az úti költségtérítésnek csak egy töredékét fogja kifizetni a pedagógusnak, tehát ez kimondottan büntetés jellege lesz. Ahelyett, hogy a kormány azt az eszközt alkalmazná, hogy ösztönözze a pedagógusokat, hogy több munkahelyen vállaljanak munkát, és erre valami ösztönző rendszert is kidolgozzanak, mert abban viszont igaza van a kormánynak, hogy ez egy nagyon nagy luxus, hogy van egy kémia tanár, és az intézményben inkább a napközibe elrúgják, mint hogy a szomszéd településre átengedjék. Tehát ez a másik része, tehát a cél még lehet, hogy jó is lenne, de az eszköz és a módszer az nagyon rossz és nagyon visszataszító. A másik, amit a státusztörvények kapcsolatban szeretnék hangsúlyozni, hogy itt nagy béremeléseket ígért a kormány, aminek az Európai Unióval folytatott tárgyalások során most már egyre inkább az az érzetünk, hogy előbb lesz augusztusban hóesés, mint pedagógus béremelés, mert a megegyezésnek a szándékát nem lehet látni a kormány részéről. Már márciusban a költségvetési törvénytervezetnek a törvény módosítására egyeztetés céljából átküldte a szakszervezeteknek a módosító javaslatot. Ehhez képest nem be se nyújtotta a kormány, sőt a 2024 évi költségvetésben is 6%-os infláció mellett mindössze 2,8%-kal emelte a köznevelésre fordítható forrásokat, tehát még itt reál értékben is egy drasztikus csökkenés lesz a pedagógusok bérezésébe, bár hát a kormány azt mondja, hogy a tartalékkeret terhére ez megoldható lesz, illetve hát az Európai Uniós forrásokra hivatkozik, de hát ez azért nevetséges, egy 18%-os inflációnál azzal hidegetni a kollégákat, hogy egy 10%-os béremelést adunk, mert ennek az lesz megint az eredménye, hogy össze fog csúszni a garantált bérminimum és a pályakezdőknek a bére. Tehát ez a másik, amit ebbe a körbe szeretnénk hangsúlyozni, tehát nem hogy jobb lett, hanem rosszabb lett a helyzet. A kormány képviselői a törvényjavaslattal kapcsolatban nyilván annak erényeit próbálják mantrázni. Például azt állítják, hogy pályakezdőknek kifejezetten jó ez az új törvény, illetőleg a miniszterelnökséget vezető miniszter is azt mondta, hogy nincs is semmi látnivaló, a baloldali politikusok, azok csak hangulatot teremtenek, például azzal, hogy átrendelhetőek lesznek más intézménybe, tankerületen belül a tanárok. Alapvetően akkor a törvény betűje viszont ezeket a véleményeket, állításokat nem bizonyítja? Abszolút nem bizonyítja, sőt, ennek az ellentéte jelenik meg, mert átvezényelhetők lesznek a kollégák. A tankerti központok már sarza készen állnak arra, hogy megnézik, hogy hogyan tudják átcsoportosítani a pedagógusokat. Nem véletlen az, hogy a tantárgyfelosztásokat, az előzetes tantárgyfelosztásokat ideig már júniusban bekérték, idén be se kérték még. Tehát itt is ez látszik, hogy itt hátsó szándékok húzódnak meg. És én azért arra felszeretném hívni a figyelmet. A kormánynak kétharmados többsége van, hát az ellenzék labdába se tud rúgni ebbe a kérdésbe, tehát itt a kormány azt csinál, amit akar. Itt azért az eléggé közröhely tárgya az, hogy az ellenzékre kerüljük a dolgokat, amikor abszolút kormány többsége van, és a parlamentben a kormánypártnak, és akár egy éjszak alatt is jogszabályváltozásokat át tud rúgni. Ráadásul, ami még külön kuriózum, hogy a törvény nagyon sok helyen a végrehajtási rendeletre hivatkozik, és ezt a törvényt úgy kell elfogadni, hogy nem is látják a képviselők, hogy a végrehajtási rendeletben mi fog szerepelni. Ráadásul a legutolsó tárgyalás során még a kormány képviselő is elismerték azt, hogy a végrehajtási rendeletnek a tervezetét még ők sem látták. Tehát azért ez végtelen érdekes, hogy valamire hivatkozunk, és nem is tudjuk, hogy az a hivatkozás mi lesz. Egyébként pedig, hogy a pályakezdőknek jobb lesz. Én szeretném megkérdezni, hogy a 10 000 forintos béremelést ígér a kormány a pályakezdőknek. Ettől mitől lesz jobb? A pályakezdő diplomás átlagkereseteknek az 55-60%-án állnak a pedagógusok. Ettől mitől lesz vonzó? Hogyan fogják megakadályozni a versenyszférának az LCO erejét?
honnan fognak informatikus kollégát leakasztani, amikor 1 millió forintos fizetésért csábítják őket. De még az egyszerű rendszergazdai feladatokra is a legkisebb cég is 500 ezer forint alatt nettó keresetben nem ígér. Nálunk meg bruttóban nem éri el a 400 ezer forintot jelenleg. Tehát akkor mitől lesz vonzó? Mitől lesz vonzó a pedagógus pálya, hogy heti 40 órára úgy berendelhetők lesznek a kollégák munkavégzés céljára, hogy annyi asszal meg szék sincs a tanárban, mint ahány pedagógus van. Hát valaki mondja már meg. De valaki mondja meg azt, hogy a gyakorlati életbe mitől lesz jobb ez a státusztörvény, mint a jelenlegi hatályban lévő szabályozás. Én egyetlen egy pontot tudok, de még ott is a végrehajtási rendeletben biztos, hogy lesznek csapdák, hogy a kötelező pedagógus kettes minősítést eltörölték. Tehát ez az egyetlen egy olyan pont, amire azt mondom, hogy igen, elmozdulás történt a kormány álláspontjában a jelenleg hatályos jogszabályok alapján. Semmi másban nincs kedvezőbb feltétel a pedagógusok számára. Számos pontban ezek szerint kedvezőtlen változás van, hogyha csak egy pontot tudod kiemelni. Érdekes módon többször beszéltünk már erről a törvényről, meglehetősen szigorúnak tűnik, de mégis még a tárgyalása alatt is kormánypárti képviselők tovább szigorítanák gyógypedagógusok esetében az óvodákban. Mit jelent ez? Az, hogy lesz ez még rosszabb? Hát ha így folytatja a kormány, akkor nem lesz más választása. Tehát a következő 5 évben, ezt nagyon sokszor elmondtam, a következő 5 évben 22 ezerrel többen fognak nyugdíjba menni, mint amennyien várhatóan pályára áll. Bármilyen színezetű kormány lesz ebben a helyzetben, nincs más lehetősége, mint az óraszámok megemelése. Vagy még a vidéki kisiskolák összevonása. Szerintem ebből a szempontból Balmazújváros is felkészülhet arra, hogy a Hortobágyi iskolát össze fogják vonni valamelyik Balmazújvárosi iskolával, vagy a Újszent Margitai iskolát is oda csaphatják, tehát Balmazújvároshoz hozzá csaphatják, vagy Tiszacsegélyhez, tehát ezek biztos, hogy be fognak következni előbb vagy utóbb. Ez az egyik része. A másik része, hogy ha a kormány valóban meg akarja csinálni azt, hogy a gyógypedagógusoknak megemeli az óraszámát. Én nem kívánok semmi mást. Egy hétig álljon oda egy gyógypedagógus kollega mellé, vagy egy gyógypedagógia asszisztens mellé, és csinálja végig azt, amit ők csinálnak. Ha józan észre kibírják, akkor igen, emeljék meg, de csinálják végig. Tehát olyanok döntenek és olyanok beszélnek ezekről, akiknek halvány gőzük nincs, hogy ezek a kollégák mit csinálnak, és milyen lelki megterhelésnek vannak kitéve. Tehát ez rendkívül felháborító, hogy ők erre hivatkoznak. Ráadásul ugye azt is mondják, hogy emelkedett a gyógypedagógus képzésre jelentkezőknek a száma. Ha emelkedett a számon, meg a pedagógusoknak is a száma emelkedett a kormány állítása szerint a gyógypedagógusok száma, akkor miért kell a gyógypedagógiai feladatokat ellátóknak az óraszámát megemelni? A kettő nincs szinkronban. Valahol, valamelyik tételben hazudik a kormány, nem tudom melyikbe. Nekem az a érzésem, hogy abba hazudik a kormány, hogy a elegendő gyógypedagógus van a szakmában, mert azt látjuk, hogy a szakértői bizottságok most már nem írják rá azt, hogy hány órába kell fejleszteni a gyermekeket, mert látják azt, hogy nem tudják ellátni a feladatot. Ráadásul a státusztörvényben legalizálták azt is, hogy a gyógypedagógiai asszisztensek is végezhessenek fejlesztő tevékenységet, ami azt jelenti, hogy a gyógypedagógusokból hiány van. De akkor miért kell azt hazudni a társadalomnak, hogy minden rendben van? Mi a kiút a jelenlegi helyzetből? Hát a kormány számára az, hogy egy tisztességes béremelést adjon. Én a román kollégák példáját tudom mondani, vagy a cseh kollégákat, ahol az átlagkeresetek 130%-ára felemelte a pedagógusok átlagkeresetét. Nálunk 85%-on van az átlagkereseteknél, a diplomás átlagkereseteknél pedig 58%-on áll. Tehát ez Európában egyébként nálunk a legalacsonyabb a diplomás átlagkeresetekhez viszonyítva a pedagógusok átlagkeresete.
Hát ez az egyik, mert ha ezzel vonzóvá teszik, és a tanszabadságot visszaadják a pedagógusok számára, hogy helyi szintekhez hozzá tudják igazítani a követelményrendszer, mert ez a kettő megvalósul, meg még mellé a munkaterheket valóban tisztességgel csökkenteni tudja a kormány, akkor azt mondom, hogy újra vonzó lehet a pálya. A pálya elhagyók is visszajöhetnek. Egyébként a pályáról távozóknak az összetétele nagyon változó. Elsősorban a fővárosban lesz nagyon nagy gond, mert ott a versenyszféra el tudja szívni a pedagógusokat. A vidéki kisvárosokban, illetve a falvakban kisebb gond lesz, mivel ott kevesebben tudnak a versenyszférába elhelyezkedni, illetve eltávozni a pedagógus pályáról. De már ott is a pedagógus hiány rányomta a bélyegét a mostani állapotra. Tehát ez a két meghatározó. Budapesten egyébként már az intézményvezetők vészforgatókönyvvel készülnek, hogy a két tanítós első osztályt megszüntetik, az iskolaotthonos rendszert megszüntetik, és napközis ellátás lesz, és amelyik gyereket tudják, azokat 10, vagy 13 óra után hazaküldik, ebédeltetés után hazaküldik. Készülnek olyan vészforgatókönyve, hogy eldöntik azt, hogy most a fizika szakos órákat, vagy a fizika órákat engedjék el nem szakos pedagógusnak, vagy az angol szakos, vagy az angol órákat engedjék el nem szakos ellátottságban, amikor egy fizika angol szakos kollégának a feladatait kell ellátni. Tehát ilyen típusú vészforgatókönyvek készülnek. Ráadásul most megindult az a folyamat is, hogy a meglévő tanárokat próbálják elszipkázni. Egyébként a kormánynak ez a szándéka is ezzel a mozgóbértáblával, ugyanis ez azt fogja eredményezni, hogy a kormány által kedvezményezett településeknek és intézményeknek a bérkeretét jobban meg fogja emelni, és ott jobban el tudják szívni a hátrányosabb helyzetű településekről a pedagógusokat. Tehát egy belső vándorlás is elindul, munkaerő elszipkázása megindul, ennek pedig az lesz a következménye, hogy okot adjunk arra, hogy a vidéki kisiskolákat be tudják zárni. Ráadásul a kormány most a státusztörvénnyel ezeknek a feltételeit meg is teremti, hogy illetve elő is készít, hogy a vidéki kisiskolákat be tudják majd zárni gond nélkül. Gondolok itt a csoportos létszámleépítésre, hogy főállású pedagógusnak most már csak a tantestet 50%-ának kell lenni, tehát ezekben az intézményekben már kevesebb főállású pedagógus lesz, mint a hány osztályfőnöknek kellene lenni. Ez pedig mind arra fog okot adni, hogy be is tudják zárni az iskolákat. Ráadásul az Európai Uniótól 35 iskolára pilot rendszerbe forrást is kap a kormány, amennyiben a forrásokat le tudja hívni, hogy ezeket a kisiskolák összevonásokra kipróbálják, hogy milyen problémák mutatkoznak, és ezeken milyen megoldást lehet találni. A béremelést említette, a jobb megbecsülést, de hogyha nem történik semmi, akkor annak a kárvallottjai a diákok lesznek. Mi lesz így a magyar társadalommal? Hát én erre csak Orbán Viktor tudom idézni, közjószágok legeltetése lesz a magyar közoktatás. Tehát egy egyszerű gyermek megőrző szintre le fogják süllyeszteni. Azok az intézmények, amelyek előnybe részesülnek majd a többletfinanszírozásoknak köszönhetően, azok átállnak az elitképzésre, és egy felülről zárt társadalmat fognak létrehozni. Ezzel párhuzamosan pedig az oktatást olyan szintre fogják lebutítani, amelynek az lesz a következménye, hogy az ide települt külföldi tőkék olcsó munkaerővel tudják kiszolgálni. Lásd a Debrecen környékére telepített akkumulátorgyárakhoz is, olcsó munkaerőre van szükség, itt két járható útja van a kormánynak, vagy a munkaerőt annyira lebutítja, hogy ezeknek elegendő legyen ez a típusú munka, vagy külföldi munkaerőt fog ide telepíteni. Hát mind a kettőnek a feltételét most megteremtette, mert a jövő eldönti, hogy melyik fog bekövetkezni. De egyébként, hogy intő példa legyen, az utolsó 5 évben kutatásfejlesztésre vonatkozó beruházás Magyarországon 5, azaz 5 darab történt. Egy Észtországban 250 ilyen unió által finanszírozott beruházás történt. És a két ország nagyságrendjéről nem kell beszélni. Ezen kellene elgondolkodni a politikai döntéshozóknak, hogy Észtországnak miért éri meg a kutatás fejlesztésbe
investálni Magyarországnak miért nem, és miért ilyen összeszerelő üzemsorral fordítja a forrásaiknak a jelentős részét. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!